Az év turisztikai attrakciójának második helyét Sarudon található Aquaglide vízi játszótér nyerte el a szálláspontú szavazásán. Kücsön Gyulával beszélgettünk. Ahogyan Hajdúszoboszló, Sarud is kiemelt turisztikai régió, a terület számos fejlesztésen esett át a közelmúltban. Kücsön Gyula projektvezetőt, ötletgazdát kérdezem. Üdvözlöm, tavaly voltunk Sarudon, mi is kipróbáltuk a vízi paradicsomot, azóta mi minden történt ott? Hát szerencsére sok minden. A nyáron egy nagyon érdekes fejlesztési időszakon vagyunk túl. Gyakorlatilag felépítettünk egy teljesen új vízibázist, elkészült Sarudnak a teljesen új strandja. Működött a vízi játszótér. Az idei évben kezdtük el a trambulin park bevezetését a magyar piacra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy viszonylag megújult élményfalu várta már az idén a vendégeket. Működik már a lovarlánk, a tisztató egyetlen minősített lovardája. Úgyhogy én azt gondolom, az álmaink nagy részét sikerült valóra váltani. Második helyet szerzett az év turisztikai attrakciója kategóriában a szállás.hu internetes szavazáson. Önnek, mint ötletgazda, mit jelent ez az elismerés? Hát ez szakmailag is egy nagy siker, és azt gondolom, hogy a vevői visszajelzések is nagyon-nagyon jó érzéssel töltenek el bennünket. Ugye ennek a versenynek az a lényege, hogy a vendégeink szavaznak gyakorlatilag az ország legjobb turisztikai attrakciójára, és ebben, hogyha ránk adott szavazatokat nézzük, akkor Magyarország harmadik vagy negyedik legnépszerűbb településsel megegyező szavazatszámot kaptunk, és ebben a versenyben a versenyidőszaknak 95%-ában vezettük ezt a versenyt, és az utolsó két órában veszítettük el. Úgyhogy nekem egy nagyon jó megerősítés, hogy jó úton jár a Tiszató, és jó úton jár Sarud, és azt vontuk mi ebből, hogy nagyon sokan szeretik azt, amit csinálunk, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon mélyről kezdtük, hiszen azért egy nulláról épülő falut kell nekünk bevezetni ebbe a turisztikai attrakciókat, Túlzsófalt magyar turisztikai világba, de az egy nagyon jó visszajelzés, hogy tetszik a környezet, tetszik a hangulata az egésznek, és tetszenek a programok, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok. Mennyien látogatják a vízi paradicsomot? Hát egy évben kb. 10 000 látogatóval számolhatunk, ami azt gondolom, hogy itt a Tiszató partján ez egy viszonylag jó turisztikai eredménynek mondható. Én annak örülök, hogy Magyarországon a mai napig sincs ettől nagyobb park, és Közép-Európában sem épült semmiféle hasonló versenytársi jellegű tevékenység. Mi azt szeretnénk, hogy a Tiszató partján itt Sarudon olyan aktivitásokkal várjuk a kedves vendégeinket, amik valóban arról szólnak, hogy ők a történetnek a főszereplői, és saját maguk élnek át különböző mozgásos élményeket. Ha konkretizáljuk egy kicsit a terveket, milyen ötletek vannak a jövőre nézve? Most nagy beruházásokat az idén nem tervezünk, mi várunk még egy strandfejlesztést, aminek a pályázati összegét nem kaptuk még meg. Tehát elvileg elkészült a strandunk, annak most már a finomításával fogunk végezni, tehát több árnyékos helyet fogunk megtenni, kiépítünk egy VIP részt, ami nekünk most egy nagyon érdekes kihívás, hogy teljesen megpróbáljuk vitorlásbázisként pozícionálni magunkat, tehát már folynak a vitorlás hajóinknak a teljes felújítása, új egyszemélyes lézerekkel fogjuk várni a vendégeket, és gyakorlatilag mi a szolgáltatási színvonalunkkal kell, hogy egy kicsit fejlődjünk, hiszen a part fejlesztéseit a vendéglátóegységeink nem nagyon tudták kiszolgálni az eddigi időkben, úgyhogy jövőre már 4 új vendéglátóegység fogja várni a partra látogatókat. Bízom benne, hogy ez mindenkinek pozitív visszajelzés lesz és pozitív fejlesztés. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta, és további sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatást és ezt a riportot is.